Hogy mennyire hosszú ez a karrier, ugye 59-ben kezdődött, de hát 81-ben, 82-ben még ő kapta a próbának a Fodor Antal szintén nagyon-nagyon fontos próbájának Jézusát, Presser zenére készült Jézusát, amit egészen a 80-as évek végig táncolt. Tehát bőven a nyugdíjba vonulása után is Dózsa Imre még ki tudott állni és főszerepet eltáncolt, ami azért nagyon-nagyon ritkaság. Köszöntjük nézőinket az Opera Páholyból, amely heti opera magazinunk, az Opera Café nyári külön kiadása. Ebben a mostani sorozatban folytatjuk a Magyar Állami Operáz örökös tagjainak bemutatását, de méghozzá a mostani nyáron különösképpen úgy is, hogy némelyekről elemző beszélgetést készítünk, és így vagyunk ennek a bizonyos sorozatnak a végén. Most a 10. epizódot forgatjuk éppen. Vendégünk Karczag Márton, aki egyébként épp úgy itthon van itt, mint én, vagy talán még jobban, mint én, aki az Opera főemléktárosa. Szia, Marci! És a mai dolgunk az, hogy végigpillantsunk Dózsa Imre örökös tagunk balettművészi életpályáján. Dózsa Imre balettművész, gyakorlat és próbavezető balettmester, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, táncos, balettpedagógus, balett és színházigazgató. 1941-ben született Budapesten. 1959-ben szerzett balettművész diplomát az Állami Balettintézetben, és ugyanebben az évben az Operaház tagja, majd magántáncosa lett. 1983-tól balettmester is. A 70-es években a svéd királyi balett szólistája, valamint a berlini Deutsche Oper és a londoni Fesztivál Ballet vendégszólistája volt. 79 és 83 között az Állami Balettintézet igazgatója, majd annak táncművészeti főiskolává alakulásától főigazgatója volt, egészen 91-ig. Azóta művészeti vezető és balettmester. Budapesti tevékenységével párhuzamosan néhány évig a Chilei Nemzeti Színház balettigazgatója is volt. Kiváló Dancer Noble, aki a klasszikus romantikus balettművek főszerepei mellett a modernebb alkotásokban is hasonlóan magas színvonalon fogalmazta meg szerepeit. Nem csak balettművészként dolgozik Imre, hanem számos helyen volt vezetője egy-egy társulatnak, rengeteget tanított, betanító balettmesterként is működik, úgyhogy egészen máig tulajdonképpen rendkívül aktív életet él, és a balett minden szakágában otthon van. Talán a koreográfiában nem jeleskedett eddig, vagy nem volt hozzá ingerenciája, ugye? Kevésbé mesélhetünk róla. Volt, tehát van két, én találkoztam már két kisebb koreográfiájával, ezt, ami főiskolai vizsgakoncertekre készítette. Értem. Nos, amit ugye lehet, könnyedén lehet róla megállapítani Dózsa Imre művészetéről, hogy abban a fenség és az esztétikai szép az folyamatosan jelen van. Ez nyilván a balettban egy adottság is, tehát valakinek a termete, az alakja, a baletthez szükséges egyéb izom és csont, meg tágsági megfelelések, ezek léteznek, és hát egy rendkívül jóképű férfiról van szó, akiből nem igen válhatott más, mint az a fajta noble, nemesi táncos, amelyik egy külön szerepkör a balettekben. Így van, azt hiszem, hogy Dózsa Imre hercegnek született. Mennyivel egyszerűbben mondtad ezt? Jó. Abszolút hercegnek született, és hát egy nagyon-nagyon szerencsés időszakban született tulajdonképpen, vagy került a balett közelébe, hiszen 1956-ban gyakorlatilag az együttesnek a fele nyugatra távozott, ugye hát fiatal emberek voltak, elzárva a világtól, fogalmuk se volt, hogy
Mi van nyugaton, természetes, hogy sokkal több táncost vesztett el az operaház, mint énekest, vagy zenekari művészt, akiknek ugye egy nagyobb élettapasztalatuk volt, vagy egyáltalán volt bármiféle tapasztalatuk, vagy tudásuk arról, hogy mi lehet a külföld. Azok a táncosok, akik 10 évesen bekerültek az operába, fogalmuk se lehetett, hogy mi várja őket a határon túl, és elrohantak egy-egy álomvilágba. Hát meg gondolom azért is, mert az énekesek azok alapvetően magyarul énekeltek idehaza, míg a táncos valóban egy instant művész. Bárhova lerakod, az ő mozgásával beilleszkedik bárhova. Így van, aztán kérdés, hogy hány táncosunk állta meg valóban a helyét a világban. Viszont a színház kiürült, és szükség volt az új erőkre. Ugye akkoriban ezt a hercegi szerepkört hárman töltötték be nagyjából, Fülöp Viktor, Róna Viktor, illetve Havas Ferenc. Hozzájuk csatlakozott nagyon-nagyon fiatalon 1959-ben a mindössze 18 éves Dózsa Imre. A szerencséje mindefölött, hogy mestere Lőrinc György volt a színház balett igazgatója, akinek ő az egyik kedvelt tanítványa volt, és sorra kapta a főszerepeket Dózsa Imre. Tehát fantasztikus, hogy már 18 évesen, néhány héttel miután bekerült a színházba, már a Bihari nótája egyik jelentős szerepét táncolta. De már mint hogyha 54-től is táncolt volna itt, de akkor viszont ebből kiszámolva, nem tudom, harmad évfolyamos lehetett a balettintézetben talán, amikor már szintén itt táncolt. Nyilván még nem felnőttként. Hát a diótörő ment 1950 óta, úgyhogy akkor már a balettintézeti növendékek a diótörő szerepein keresztül nőttek be az operaházi vérkeringésbe, meg az operaházi mindennapokba. Mi az, amitől herceg egy herceg? Technika és kiállás. Azt hiszem, hogy ez a kettő lehet. Nyilván kell egy benső. Tehát ugyanúgy, ahogy az ember mitől lesz Otelló? Kell, hogy valami legyen. A hercegben is kell egy kiállás, nyilván kell egy elegancia, kell egy termet, kell egy finomság, de hát emellett ugye ragyogó partnernek is kell lenni, hiszen a herceg nem csak variációkat táncol, nem csak szenved az erdőbe, a hattyúk tavába, vagy keresi a különböző árnyakat, hanem ezeket hát igen kemény fizikai munkával a feje fölé is emeli. Gondtalanul. Gondtalannak tűnően. Gondtalannak tűnően, igen, igen, igen. Valóban ez a helyzet, és én érdekes, hogy habitusbéli rátermettség is kellhet. Tehát én nyilván Dózsa Imrét jóval később ismertem meg, tehát így már nem aktív táncosi korában, de Imrédből nagyon nehezen tudnám kinézni azt, hogy mondjuk valamit elsietetten cselekedne meg, vagy futkározna ide-oda, vagy hadarna, vagy kiabálna. Van egy olyan fajta nyugalom és bizalom, meg életszeretet övezi őt, amiből visszafele tudok, úgy gondolom, tudok elképzelni egy ilyen hercegi karaktert. Hát én azt hiszem, hogy nagyon nagy dolog, hogyha az ember 18 éves korától 30 vagy több mint 30 éven keresztül állhatott egy színpadon, úgyhogy ő volt középen, ő volt a herceg, ő volt a főszereplő, ő emelte föl a balerinát, neki tapsolt a közönség. Nyilván ezek nagyon-nagyon beépülnek az emberbe. Tehát Dózsa Imrét azt hiszem egész pályafutása során hihetetlen biztonság övezte. Tehát attól, hogy lassan megnyíltak a határok, és a pályatársak is eltűntek, illetve neki is módja volt, a politika kiengedte őt táncolni, tehát évekig Oszlóba és Stockholmba táncolhatott úgy, hogy közben hazajárt. Azért ez már egy nagyon nagy dolog volt. Hazahozott egy egészen más szemléletet is. És hát közben ugyanígy a határok kinyílásával ugye kinyílt a balettrepertoár is. Éppen az imént említett Lőrinc Györgynek köszönhetően olyan darabok kerültek be, Bezsár, Balanchine, Eston, ugye a rosszul őrzött lány, amikről korábban nem is álmodtunk. Hiszen volt egy harangozó Gyulánk, és voltak a szovjet balettjeink, amik nagyszerűek, mentek évi 20-30 előadásba, de tulajdonképpen egyféle stílust képviseltek. Igen, érdekes, hogy a balettegyüttes akkoriban is 120 tagból állt, mint manapság,
és nagyjából pont ez a száma, 120-as jellemezte az évad béli előadások számát is, 12-14 sorozatokat játszott a balett akkor, vagy akarom mondani, ennyi műből játszott sorozatokat, de nyilván ezeket bírni és ezeknek az élén táncolni ismertséget jelent, meg a színházban is rangot. De vajon az operaházon belül össze lehet hasonlítani mondjuk egy Székely Mihály vagy Simándi József rangját egy vezető táncoséval? A színházi hierarchiában, vagy pedig a nemzetközi, vagy a külső? Mind a kettő érdekelne. Itt belül például ez akkoriban hogy lehetett? Én azt gondolom, hogy ugyanúgy ismertek és elismertek voltak. Tehát, hogy ezt mesélik, hogy amikor a Budapesten soha nem járt fiatal lányok, fiatal egyetemisták megpillantották azt, hogy Róna Viktor megérkezik Szegeden a maga nyitott talán Skodájába, akkor azt mondták, hogy ott megy a Róna Viktor. Hát ma, hogyha Leblanc Gergő megérkezik Szegedre a miniével, nem biztos, hogy fölismerik. Tehát abszolút volt. Biztos, hogy nem, pedig rajta vagyunk a dolgon. Csak egy kicsit több dolog vonja az emberek figyelmét. Így van, tehát abszolút országosan ismert művészek voltak ők. Nyilván akkor is véges számú sztár tudott eltartani az operaház meg az ország. Igen. Tehát véges számú vezető szólistánk volt, és hát Dózsa Imre mindegyiküket lepartnerolt, tehát az összes hölgyel táncolt, tehát nagyon érdekes, hogy fényképek vannak még, ahogy Lakatos Gabriellával, aki azért egy generációval előtte járt, táncolt például Don Quixote-t, és aztán Menyhár Jacqueline, Orosz Adéllal, Kun Zsuzsával, Pártai Lillával, és hát eljutott a fiatalokig, Pongor Ildikóig, vagy Balaton Regináig, aki tulajdonképpen az ő tanítványa volt. Tehát De házasságot csak Szumbrák Verával kötött. Kizárólag. Igen. Ebből két gyermek is született, két fiú, ugye megszületett. Nem. A nagyobbik lány, igen. Bocsánat, Imre és... Marianne és Imre, és mind a ketten el is elvégezték a balettintézetet is, de egyikük sem maradt végül is a szakmában. Mi az, ami a balettrepertoár szempontjából fontos lehet az ő életében? Tehát jókor találták-e őt el ezek az igazán klasszikus balettek, amelyben a tisztán táncolás, akár az etüdökben, vagy a hattyúktava felújításnál fontos lehet, és a kortárs tánc, amit te is mondtál, a Bézsel meg a Balanchine fogalmazások, azok később jöttek, vagy ez teljesen mindegy, és ekvivalens módon ugyanabban az időben lehet ugyanazt táncolni. Ez egy ilyen hercegi, principált táncosi karrier szempontjából mindegy, vagy sem? Én azt gondolom, hogy tudatosan kell fölépíteni egy pályát, és Dózsa Imre pályája nagyon tudatosan volt. Nyilván ez az ő intelligenciája is kellett hozzá, és Lőrincz Györgyi, aki nagyon-nagyon vigyázott, és nagyon keresett rá szerepeket, vagy nagyon helyzetbe hozta. Tehát, hogy amikor behozta a... nem csak az első két Bezsár balettet, a Szákrat és a Tűzmalarat, mind a kettőben főszerepet táncolt, hanem amikor a Richard Strauss négy utolsó énekre készült, Ez lenne a halál című művét, igen, ami egy művész és a négy asszony, a négy múzsája, ezt már egyetlen szereposztásban tanították be, és hát egy 50 előadást tolt le belőle Dózsa Imre a váltakozó asszonyokkal. És hogy mennyire hosszú ez a karrier, ugye 59-ben kezdődött, de hát 81-ben, 82-ben még ő kapta a próbának, a Fodor Antal szintén nagyon-nagyon fontos próbájának, Presser zenére készült Jézusát, amit egészen a 80-as évek végig táncolt. Tehát bőven a nyugdíjba vonulása után is,
Dózsa Imre még ki tudott állni és főszerepet eltáncolt, ami az egy nagyon-nagyon ritkaság. Talán időnek kellett eltennie a kései magyar balett indulásnak, idő kellett, mire behozza az operának az előnyét, hogy valóban így mellé állhasson. És most már a mi időnkre gyakorlatilag, hát azt mondom, hogy ugyannyi balettadás van, mint operadás, ez így nem igaz, de sokat javult az arány, és talán ma már egy balettművésznek is pont ugyanannyi esélye van híressé válni, mint egy operaénekesnek. Más kérdés, hogy ez az esély most lényegesen kisebb, de legalább egyenlő. Abszolút, ez így van, ennek történelmi okai vannak, mert Magyarországon azért a balett játszásnak jóval haloványabbak a tradíciói. Tehát Harangozó Gyula az első valóban magyar koreográfus, aki elkezdett gondolkozni azon, hogy mi is az a magyar balett. Addig különböző olasz mesterek jöttek ide, és hát ilyen furcsa töltelék volt ez az egész operai balettjátszás. Időtöltés vagy, hogy a picike társulat pihenjen, ez egy jó kérdés, de hát olyan lehetetlenségek voltak még az 1800-as évek végén, hogy lejátszottak egy Rigolettot, majd utána egy Coppéliát. Tehát ezt ma nem tudjuk elképzelni. Hát ezt nem. Úgyhogy egészen furcsa, aztán jöttek ezek a különböző egyfelvonásos darabok, de általában a színháznak ugye egy, maximum kettő prima balerinája volt. Volt olyan időszak, amikor férfi táncos nem is állt a színház rendelkezésére. Tehát lányok gond nélkül letáncolták a fiú szerepeket, nem volt fontos a balett. Tehát a balett igazából fontos 1950 után lett, hiszen a Szovjetunióban is fontos volt a balett. Volt egy szovjet vagy orosz cári balett hagyomány, ez a Szovjetunióban tovább ment, zökkenőmentesen, ami tulajdonképpen egy nagyon nagy csoda, hogy nem mondták azt, hogy ez egy arisztokrata műfaj, ezt írtsuk ki, hanem tulajdonképpen az 1950-es években, a legsötétebb sztalini időben, a Bálsói színpadán ott állt a Diótörőbe a Karácsonyfa. Igen. Inkább írtak egy pár darabot, ami ugyancsak klasszikus, de a története és a Párizslángé meg a többi. Abszolút, jöttek a Komszomolkák, persze, de hogy a balett tulajdonképpen az 1950-es évektől lett fontos Magyarországon is, és éppen a Diótörő okozta ezt a robbanást, hogy korábban elképzelhetetlen volt. Korábban ilyen bécsi keringő és egyéb darabok, pesti karnevál, ezek voltak a fontos darabok, ezekre jött be a közönség, és egyszer csak egy egész estés darabra, Csajkovszki zenére, a kétszeresére növelt balett együttes egy komoly feladatokat tudott ellátni. És mondd, ha már a magyar balett történelmet egy kicsit kapargatjuk, ugye volt 100 évvel korábban, már a mostani időhöz képest 100 évvel korábban a Városi Színházban egy vendégjáték a Gyagilev-féle cári balettnek, ami akkor sokaknak az agyát beindította, hogy a Leon Bakst-féle díszletezésről beszélnek a korabeli újságok, hogy ez mennyire új volt, a szcenika, és Bánfiék is elkezdenek ebben gondolkodni, és akkor itt van a mi Bartókunk, aki két olyan táncjátékot is alkot, amelyik révén úgy tűnik, mint elindulna itt valami, aztán valószínűleg nem indul el nagyon. Viszont mire Dózsa Imre bekerül az operába, addigra már akkor ez a bizonyos orosz vagy szovjet iskola is tulajdonképpen már elég stabil lábakon áll, és a Bartók darabok is visszacsorognak előbb-utóbb. Ő mennyire volt Bartók táncos is? Abszolút. A pálya elején már talán 58-tól táncolta a Fából faragott királyfit több koreográfiában, már a herceget, mindig a herceget, és hát több koreográfiában táncolta el a mandarint is. Sőt, ha jól emlékszem, fiatal diákot is csinálta, már a Harangozó klasszikus koreográfiában. Ugye, és egy nagyon-nagyon fontos dolog, és Tóth Aladárnak az érdeme, hogy küzdött Bartókért, és elérte azt, hogy 1956 júniusában Harangozó Gyula végre megcsinálhassa azt a
valóban nagyvárosba, tehát nem a pusztába száműzött, tehát az eredeti szándék szerinti koreográfiát a Mandarinnak, amit Harangozó még a háború előtt Bartókkal beszélt meg. Tehát ezt az autentikus változatot. És hát én valahol azt gondolom, hogy az egész 56 ősz tavaszában ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a Mandarin színre került, és tulajdonképpen a magyar balett magyar zenére, magyar koreográfussal ott nyerte el a helyét. Visszatérve Dózsa Imrére, tehát az ő pálya, az ő aktív táncosi életével, ami szintén nem volt rövid, tehát mondjuk szokatlan hosszú volt, bőven nem ért véget, és a vezetői és a tanári periódus következett. Hogy látott-e, Marci, hogy sikerült-e úgy továbbadnia ezt a fajta megélt hercegi szerepet és ezt a fajta mentalitást, amit az ő táncosi élete jelentett? Én azt gondolom, hogy Dózsa Imre rettentően okosan építette föl nem csak a táncosi karrierjét, hanem az egész életét. Szóval időbe kezdett el tanítani, időbe ment el át a főiskolára, sőt, hát a Állami Balettintézetből ő csinált magyar táncművészeti főiskolát. Igen, vezette is, így van. Vezette is, és hát ő maga emelte ezt az intézetet főiskolai rangra. Számos tanítványt került ki a kezei közül az évek során, és hát nyilván egy pedagógusnak rettentően nehéz egy táncpedagógusnak azt továbbadni, amit ő tud, hiszen elmondhatatlanul sokat változott a nemzetközi baletti élet 1959-től napjainkig. Tehát sokszorosan egészen mások lettek az erények, más lett a fontos, egészen más csak a technikai követelmények. Hogy ezt az ember pedagógusként fölkészüljön és előre mutatóan tudja csinálni, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz. De hát Dózsa Imrének számos nagyszerű tanítványa látható a mai napig a színpadon, illetve került ki a kezek közül, ugye Nagy Tamástól, Maher Szilárdon át, rengetegen végeztek nála. Dózsa Imre ma is aktív balettmester. 2 éve a Kalóz című balett premierje kapcsán így nyilatkozott tanítványairól, a Magyar Nemzeti Balett Társulatáról. Egy nagyon-nagyon látványos maga az előadás, díszleteibe, jelmezeibe, egészen meseszerű, és a táncok azok pedig csodálatosak. Tehát azt tudom mondani, hogy kitáncolják a szemünket, olyan nagyszerűek. Egy együttesnek a színvonalát le akarom mérni, akkor ennek az előadásnak a táncaiban le tudom mérni. Nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyszerű táncosaink vannak. Mindig meg szeretnénk felelni. Nagyon-nagyon szerették, nagyon élvezték tulajdonképpen ezeket a nehézségeket, ezeket az eredményeket, amik a végén megszületett és megszületik. Előfordul az is, hogy egy-egy táncosban egykori önmagát látja. Tulajdonképpen mindenre képes az átlag felett megcsinálni. Forog nagyszerűen, ugrik nagyszerűen, kitűnő partner, szeretnek vele a hölgyek táncolni, a balerinák. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy ilyen dancer noble van benne, és ez nagyon hamar itt lesz köztünk. A többszörösen kitüntetett művész a 2019-2020-as évadban is számos balettelőadás betanító balettmestereként működik majd közre. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a tradíció 1959 óta itt van velünk. Tehát, hogy a mai napig tudja továbbvinni, mert ez a folytonosság maga a balett. Tehát, hogy a balett egy olyan műfaj volt, ugye, amit nem lehetett rögzíteni. Az operának ott volt a kotta, a balettnek nem volt kottája. Csak amit én elmondok, elmutogatok, ez ment tovább. Hát ma már van videó, meg sok segítség van. Igen. Balettírás. Van, igen. Van egy... Van, de az nem használja semmit. Nehéz igen. Módszer, igen. Úgyhogy hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy Dózsa Imre itt van velünk, és tulajdonképpen ezt a tradíciót, tehát én már
6 évtizede. Adja tovább, és azt hiszem, hogy boldogok lehetünk, hogyha még ő egy-egy párost egy-egy főszerepre fölkészít. Márpedig ez így van, tehát Imre szerencsére a mai napig, mint betanító balettmester, vagy akár gyakorlatokat végeztető balettmester jelen van a Magyar Nemzeti Balett életében. Marci, köszönöm szépen a beszélgetést neked, és ezzel a mostani epizóddal pedig vége annak a nyári különkiadás sorozatnak, amelyik 10 epizódon át taglalta az opera örökös tagjait, az ő életpályájukat. A következő héttől már visszatér az Opera Café, a heti magazinunk. Viszontlátásra!